Két év telt el azóta, hogy a takarékszövetkezetek egybeolvadtak, és 12 regionális központú tőkeerő stabil és hatékonyan működő hitelintézet jött létre, köztük a Hungária Takarék. Az átvett bankfiókok sok helyen felújításra szorultak, mondja Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója. Több korábban önállóan működő Tolna megyei takarékszövetkezet nem fordított kellő figyelmet arra, hogy a fiók hálózatát megfelelő műszaki tartalommal folyamatosan korszerűsítse, felújítsa, és ennek az lett a következménye, hogy 2017-re, illetve eltelt két év alatt, a mai napra, ezek a fiókok hát meglehetősen leromlott állapotba kerültek. A Nagydorogi Takarékszövetkezet felújítására a közelmúltban került sor. A fiók átadóján elhangzott, a fejlesztésre a település mikrotérségi szerepe miatt volt szükség, mivel innen nem csak a Nagydorogi, hanem további 5 település pénzügyeit látják el, mondta el a megnyitón Pintér Szilárd, a Hungária Takarék hálózati igazgatója. Teljes épergépészetet ki kellett cserélnünk, és miután felszedtük a burkoló lapokat, ki kellett cserélnünk az ajzatot is. Ebben adódóan a fajnagos költségeket nézzük, sajnos a végén egy picikét elszálltunk, túlléptünk azon a költségvetési kereten, amit terveztünk. Nyilván mindezek ellenére azt gondolom, hogy ezt el kellett követnünk, hiszen csak akkor van értelme csinálnunk valamit, hogy ezt tisztességesen megcsináljuk. A tervezett 15 millió forint helyett 20 millió forintból újították fel a nagydorogi bankfiókot, és további 5 millió forintot költöttek annak berendezésére, bútorzatára. Továbbá egy új ATM-et is elhelyeztek az épület mellett. Süli János, a térség országgyűlési képviselője az átadón azt emelte ki, hogy az erőművet körülvevő településeken felújítják az utakat, ami Nagydorogot is érinteni fogja. Paks térsége meg egy kicsit külön is kiemelt lesz, mert ugye erre az úthálózat felújításra, erre meg 187 milliárd forint áll rendelkezésre, nem csak a Nagydorogi, hanem Cece Németkér, Bölcske Madocsa, tehát Dunaszentgyőr, tehát tulajdonképpen az erőművet körülvevő településeken, ott mindenütt úthálózat felújítással kezdünk. További fejlesztések várhatóak a jövőben Nagydorogon és a térségében. Úgy tudjuk, hamarosan a piactér is megújul a településen.